Folytatjuk az adást, itt van velem a stúdióban, tehát Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. Szerbusz, Máté. Szerbusz, jó estét kívánok. Hétfői parlamenti nappal fogunk kezdeni, mert hogy ugye a téli szünet után elindult a parlament tavaszi ülésszaka, és azt kell mondjam, hogy annak rendes módja szerint indult el, már ami az ellenzék hozzáállását meg viselkedését illeti. Kedvcsinálónak csináltunk egy rövid kis összefoglalót, egy viccesnek szánt összefoglalót, hogy mi is történt hétfőn odabent. Nézzük meg! Mintha egy kicsit döntésképtelen lenne, miniszterelnök úr. Sok beszédnek sok a zajja, szokták mondani. November 2-án még 20 ezer fő előtt tartott foci meccset csak azért, mert nem tudott lemondani a beteges hobbiáról. Ez engem egyébként olyan különösebben nem zavar. Láthatóan úgy viselkedik, mint valami afrikai kuruzsló. Önök a következő egy évben sokat fogják majd hallani az én nevemet. Bármi kérdés lesz, a válasz az lesz, hogy Gyurcsány. 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 Erre a bohockodásra itt és most veszélyhelyzet alatt pláne nincs idő. Igen, vicces, így összevágva, meg egymásra feleseltetve ezeket az alakokat, de azért néha, amikor belenézek, ez egyre ritkább, akkor hálát adok a sorsnak, hogy nekem nem kell ott ülni, mert lehet, hogy én nem bírnám idegekkel. És ha már Jakab volt az egyik főszereplője ennek a kis összeállításnak, hogy olvassak fel egy idézetet Jakab hétfői megnyilvánulásából. Hát, hogyha magyarán van valami kínai cucc, amivel beoltottak 1 millió afrikait, vagy 1 millió kínait, az ön szerint jó kell, hogy legyen a magyaroknak is? Ez nem rasszizmus? Kérdezem én. Bele se gondolok, hogyha ezt bárki más mondta volna, akkor mit művelt volna a baloldali propaganda sajtó? Hát mondhatjuk, hogy vegy tiszta rasszizmus, hát vegyük úgy egyébként a magyar politika bugyrait ismerők számára is érthető módon, hogy a DK tett egy gesztust a Jobbiknak, meg a Jobbik is tett gesztusokat a DK-nak, de a végén azért mindenki hazatalált, tehát egy rasszista pártból még Gyurcsány Ferenc kedvéje sem lesz egy nem rasszista párt. Tehát Jakab Péter a valódi énjét mutatta itt meg, pontosabban mondjuk úgy, hogy inkább elszólta magát. Ez a mondat egyébként így nem értelmezhető. Ez akkor lenne értelmezhető, hogyha ezt egy kormánypárti politikus mondta volna. Akkor látnánk meg igazán, hogy ez micsoda. Akkor tudnánk meg, hogy ez rasszizmus, ez kirekesztés, és aki ilyet mondanak, távoznia kell a közéletből. Mert ez a mondat azt jelenti, hogy ami jó Afrikában és Kínában, az nem jó nekünk, hiszen azok alsóbbrendű emberek, mi meg felsőbbrendű emberek vagyunk, tehát a miniszterelnök helytelenül jár el, amikor a kínai oltóanyagot propagálja vagy preferálja. Hozzáteszem, ez az oltás ellenes kampányuknak egy fontos állomása. Tehát bármit is mondanak, mindig minden nyilatkozatuk bárhogy is hangozzék, mert most teljesen eltérő dolgokat szoktak mondani, de a legvégén az a folyamatnak mindig az van, hogy elbizonytalanítsák a magyar embereket az oltásokkal kapcsolatban, legyen az bármilyen típusú oltás. Tehát az oltás ellenes baloldali kampánynak nagy ára lesz, nagy ára van most is, számos embert bizonytalanítottak el, elsősorban a saját szavazóikat, de minden egyes ilyen típusú kirohanást ebbe a dobozba kell beletenni. Tehát ügyetlenül ugyan, de mégiscsak az oltás ellenes kampánynak a része volt ez a rasszista kijelentés is. Világos. Említetted, hogy Gyurcsány tett egy gesztust Jakabék felé, de hát... Akkor elfogadta a szerencsi időközi választáson, bocsánat, nem fejtettem ki, és én hibáztam. A szerencsi időközi választáson, amikor elfogadta, hogy egy judapestező, tetűcsúszdát emlegető, nyíltan antiszemitizmusát vállaló jelölt induljon, többek között a DK színeiben is. Erre értettem azt a félmondatot az előtt.
Én meg csak azt akartam kifejteni, ezért a leggeniálisabb része a Terrorháza Múzeumnak az átöltöző szoba, mikor a nyilasok leveszik a nyilas egyenruhát, és fölveszik az ávós egyenruhát, mert ez egy lélekállapot, és tök mindegy, hogy milyen egyenruhába csinálod. De ez ennek a fajta kétszínűségük, ez a mai napig is megvan. Persze, de így figyelve, mondjuk te, aki ott ülsz, figyelve ezeket a megnyilvánulásokat, ezeket a rémes, bicskanyitogató megnyilvánulásokat, igazából nem ez a kérdés, hanem mi jön le ott a parlamentben, hogy ebben az egész ellenzéki konglomerátumban végül is ki a főnök? Vagy van hát főnök költőinek tűnik a kérdés. Hát hogy? Hát, hogy mondjam, most már költőinek tűnik a kérdés. Ha 2 évvel ezelőtt beszéltünk erről, akkor meg mindig cinikusan, fölényeskedően reagáltak rá a baloldali pártok. A magyar baloldalon jó pár éve, ezt vehetjük 2004 és 2010 közötti időszakként is, és 2013-tól szerintem egészen napjainkig és az idők végezetéig Gyurcsány Ferenc irányítja a folyamatokat. Nézzük csak végig, mi nem úgy történt, ahogy ő mondta. Ő kezdte el a közös listát mondogatni már ideje korán, az lett. Ő kezdte el mondogatni az előválasztást, néhányan még kapálóztak ilyen erőtlen alakok, mint a momentumosok, meg egyebek, az lett. Most az évértékelőjében a múlt hét végén éppen úgy beszélt, mint aki az egységes, teljes baloldalnak ad programot. Nem is rejtette véka alá, hogy ő egy korábban egy gyűjtőpártról álmodik a választásokon, amely keretében ők együtt indulnak. Tehát ha most valaki félreteszi a politikai nézeteit, hova tovább az indulatait, és csak a tényeket nézi, hogy minden egyes eleme a baloldali politikának úgy alakult, ahogy az Gyurcsány Ferenc akarta, akkor könnyen beláthatja, hogy ott hogy Gyurcsány a főnök. Egyébként, ha már a parlamentre rákérdeztél, meg utaltál rá, hogy van szerencsém ezeket az urakat ott személyesen is nézegetni. Feláll a parlamentben a Jakab Péter, és vagy szólásra emelkedik, és a legdurvább dolgokat mondja, a legsértőbb dolgokat mondja, közönséges is, primitív is, bocsásson meg, érted, de buta is, de mindenképpen karakteres, durva dolgokat mond. De ez addig tart, amíg fel nem áll Gyurcsány Ferenc. Ott látja meg az ember, hogy mennyire jelentéktelen alak Jakab Péter. Tehát a kisinas Gyurcsányhoz képest. Nem csak a karakter hiánya miatt, hanem egyszerűen látszik rajtuk, ahogy ők beszélnek, ahogy le van rendezve a hozzászólási rendjük. Most hétfőn is látszott, hogy egy összehangolt kottából dolgoznak. Jakab volt a brutális, a kemény, sértegető, megmondó ember. A verősávós. Igen, a verősávós, és Gyurcsány volt az engedékeny, aki elismeri a miniszterelnöknek ezt, meg elismeri a miniszterelnöknek meg azt. Ez tulajdonképpen egy teljesen tudatos szereposztás. De ha ezt az ember nézi, akkor nem csak az előbb említett konkrét tények alapján, hogy minden úgy alakult, hogy Gyurcsány akarta, hanem az egésznek a forgatókönyve, a verbalitása minden alapján látszik, a karakterek alapján, hogy Gyurcsány Ferenc, akire lehet építeni. 2 évvel ezzel még cinikusan röhögtek, mondták, hogy persze csak azért mondjuk, hogy azonosítsuk a Gyurcsányon, nem kell a baloldalt a Gyurcsányon azonosítani, a baloldal maga Gyurcsány Ferenc. Be lehet mögé állni. Ezt ő világosan megüzente már tavaly nyáron a pártoknak, hogy mögé lehet beállni. És ha lesz miniszter, közös miniszterelnök jelöltjük, ne legyen senkinek kétsége. Függetlenül attól, hogy ki lesz, az Gyurcsány Ferencnek lesz a miniszterelnök jelöltje. Az ő jóváhagyása nélkül ma a baloldalon nem lehet miniszterelnök jelöltet, de még egy VK vagy választókerületi jelöltet sem lehet állítani. Tehát ma már szerintem ez nem kérdés, úgyhogy a törésvonal az nem fog változni a korábbiakhoz képest. Az elmúlt időszak csak azt bizonyította be, amit már az elmúlt években mondtunk. Gyurcsány a főnök. Döntésekben, kommunikációban, befolyásban, mindenben. Ezt ma már politikát ismerő ember nem vitatja. Időzzünk még el egy kicsit ennél az előválasztás témakörnél. Azért itt több kérdés felmerül. Megpróbálom csokorba szedni. Az első és kézenfekvő, hogy van-e ebben igazából valami újdonság? A második, van-e az előválasztásnak ténylegesen
valamilyen jelentősége mondjuk a 22-es választásokat tekint. És a harmadik, izgalmas, és ez már egy személyről szól, ugye van nekünk egy főpolgármesterünk, Karácsony Gergely, aki többször kifejtette az elmúlt időszakban, hogy soha nem lesz miniszterelnök jelölt, mert őt teljesen leköti Budapest sorsa, ezt a munkát vállalta, ezt szeretné végigcsinálni. Ma, hogy ez a felvétel zajlik, péntek van, ma jelent meg egy nyilatkozat a Karácsonynak, ami így szól a címe, ha nem lesz előválasztás, nem leszek miniszterelnök jelölt. Ugye nem kell hozzá zseninek lenni, hogy az ember ezt megért. Kettős tagadásból igen. No, akkor tehát jelentősége, újdonsága és Karácsony Gergely személye. Ezt járjuk körbe. Hát nem, magam véleményehez képest nem fogok újat mondani. Ezt talán már az előző alkalommal is, amikor jártam a te műsorodban, talán érintettük ezt a témát. Az egész előválasztás egy humbuk. És meg is tudom indokolni, hogy miért. Először is semmi változás nincs ahhoz képest, ami korábban is történt. Pont ugyanaz történik, mint 2014-ben, meg 2018-ban. Csak másképp nevezik. Most éppen előválasztásnak hívják. 2018-ban koordinált indulásnak hívták. 2014-ben, amikor volt ez a három, a világválogatott, a Bajnai, a Mesterházi, meg a Gyurcsány, akkor meg valami, nem tudom, ilyen egyeztetett, nem tudom, minek hívták, hogy akkor majd a Mesterházi lesz a miniszterelnök előtt, azt is kikavarták valahogy a végén. Tehát az, hogy van egy ilyen roncsderbi minden választás előtt, meg van egy ilyen casting, ahol elindul boldog-boldogtalan, sőt, nyúljunk vissza 2009-ig egészen, amikor a Gyurcsány lemondott a miniszterelnökségről. Akkor mekkora casting volt? Igen, akkor is fölhívtak boldog-boldogtalant, hogy nem akar esetleg miniszterelnök lenni, mert kerestetiből ki megürült egy ilyen állás, és esetleg, ha benyújtaná az önéletrajzát, akkor a szakmai bírálóbizottság, akkor el tudná dönteni, hogy alkalmas-e vagy sem. De a választók semmiképpen, tehát rájuk ne bízzuk, mondták a szocialisták. Szóval visszatérve, ez a roncsderbi, meg ez a casting hangulat, ez nem egy új keletű dolog. Tehát én azért arra kérek mindenki, hogy benedőljünk ennek az előválasztásos dinak. Ez pontosan így történt 14-ben, meg 18-ban is, csak nem így hívták. Koordinált indulásnak hívták, meg mit tudom én még minek, de 2018-ban is volt már Karácsony Gergely úgy miniszterelnök jelölt, hogy ilyen koordinált, meg akkor ugye azt, ha jól emlékszem, azt írták a plakátokra, hogy ő az esélyes jelölt. Mindenkinek ráírták, aki a közös jelöltje volt a baloldalnak, a plakátjára, hogy ő az esélyes jelölt. Most semmi más nem történik. Ez az előválasztás ráadásul azért is a baloldali választók becsapása, mert már rég el van döntve a pártok között, hogy melyik választó kerületben melyik párt indít jelöltet. Sőt, már az is el van döntve, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt. És abban is biztos lehet mindenki, hogy Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök jelölt. Ezekhez kétség nem fél. Ezt már rég eldöntötték. Most ehhez képest lebonyolítani egy nyilvánvalóan csalással menedzselt előválasztást majd csak azért, hogy bebizonyítsuk, hogy itt a jelöltek előválasztással maradtak talpon, szerintem megint csak nem más, mint az a fajta kétszínűség, amiből a választók becsapása származik. Azt ugyanis nem feltételezte senki, hogy kötnek a pártközpontok egy megállapodást a választókerületi indulókról, majd utána jönnek a baloldali szavazók, és egy előválasztáson azt ők majd módosítgatják. A pártközpontok fogják módosítgatni úgy a számokat, hogy a nekik tetsző eredmény jöjjön le. Tehát én az egész előválasztással úgy vagyok, hogy először is semmi új nincs benne, másodszor a választók becsapásán kívül egyéb politikai eszközként nem tudom értelmezni. Esetleg arra jó, hogy folyamatosan róluk lehet majd beszélni az elkövetkezendő egy évben, de ez nekünk nem biztos, hogy probléma. Akkor beszéljünk egy kicsit pozitív dolgokról is. Ugyanaz történik, mint 4 éve, és reméljük, hogy ugyanaz fog a választáson is történni. Ebben az értelemben mindenképpen pozitív. Jelen tudásunk szerint ugye most már van nekünk a két nagy nyugati vakcinánk, van orosz vakcinánk, van kínai vakcinánk, zajlik, már érintettük az ellenzék részéről ez a rettenetes és megbocsájthatatlan oltások körüli hisztériakeltés, nyilvánvaló
hátsó szándékokkal és embertelen hátsó szándékokkal. Ehhez képest mit tudunk ma, tudom, hogy iszonyatosan nehéz jósolni, de egyre inkább szükség lesz, mit tudunk ma mondani felelősen, hogy ha minden a pozitív forgatókönyv szerint alakul, mikor szabadul ki a társadalom ebből a jelenlegi helyzetből? Felelősen azt tudjuk mondani, hogy a konzultáció eredménye nagyon sok mindenre irányt fog mutatni. Egy nagyon nagy részvételű konzultáció zajlik, és nekem meggyőződésem, hogy ez minden idők legnagyobb részvételű konzultáció lesz a legvégén is. Ennek egyébként az is az oka, hogy mindenki érintett. Azt be kell látni, és nem is be kell látni, mert szerintem ezt belátja mindenkinek, tudnia kell mindenkinek, hogy így a politikusoknak, a döntéshozóknak, a szakembereknek, a virológusoknak, mindenkinek, hogy az emberek lelkét nagyon megviseli ez a járvány, meg annak a következménye. Én a saját édesanyámon, nem is mondom, hogy látom, inkább hallom, hogy el van keseredve, hogy nem tud úgy találkozni a gyerekeimmel, az ő unokáival, ahogy korábban. És nyilván, hogy mondjam, nagymamaként zavarja, bántja, ugyanakkor megérti, hogy a járványnak ő az egyik veszélyeztetett célcsoportja, tudja, hogy óvatosnak kell lenni, de mindez az egész egy nagyon rossz lelkiállapotot okoz. És ezt mindenkinek tudnia kell. Szerintem nálunk is, mi magunk is tudjuk. Lelkileg nincs jól az ország. A járvány szerintem a lelkekben is nagy kárt okozott. A kormánynak egy időben kell nagyon sok dologra figyelnie. Ez persze a kormánynak a probléma, ezt nem hogy mondjam, felmentésként mondom, csak fejlő van figyelmet, hogy van egy egészségügyi védekezés, van egy gazdasági újraindítási akcióterv, és mindemellett kell figyelni a hangulatra, ráadásul a vélemények, a járványügyben hozott vagy alkotott vélemények a társadalomban nagyon-nagyon megosztottak. Tehát majd meg fogjuk látni a végén a konzultációs válaszokból, hogy állnak a magyarok, de egy-két internetes portálon is nagyon érdekes kutatásokat lehet olvasni, hogy állnak a magyarok ahhoz, hogy mondjuk a nyitás az fokozatos legyen, vagy egy lépésben történjen. Mert teljesen megosztott a társadalom. Tehát ebből az is következik, hogy a konzultáció irányt fog mutatni, csak hogy a kérdésedre válaszoljak. Másrészt pedig az is következik, hogy mindenkinek, politikának, de az embereknek is nagy türelemmel és körültekintéssel kell lejárni, még akkor is, hogyha mondom lelkileg megviselt a társadalom, hozzáteszem, világszerte így van, tehát ne érezzük úgy, hogy egyedül vagyunk ebben a bajban, Európa szerte így van. Nézzük meg, mi van a szlovákoknál, meg a cseheknél. Hát arról nem most is beszélve, igen, és imádkozunk, hogy ez nálunk ne történjen meg. És arra is kell vigyázni, hogy mindemellett, amit említettem, hogy a gazdaság újra beröffenjen majd tavasszal, nyár elején, és itt minden a védekezés minőségén múlik. Tehát én elhamarkodottan nem mondanék most erre konkrétabbat. A konzultáció egy remek eszköz arra, hogy mindenki elmondja a véleményét. Mi meghallgatjuk az emberek véleményét, kikérjük. A baloldal természetesen, ahol tudja, üti, vágja, püföli a konzultációt, de én ezt a magam agyában belerakom abba a dobozba, amit ismerünk a baloldal fő ideológusának a nyugati labba, a Politikóba adott nyilatkozata alapján is. Ők ugyanis azt mondják, hogy nekik az a stratégiájuk, és a legdöbbenetesebb az, hogy most már ezt nyilvánosan is felvállalták, az a stratégiájuk, hogy 2021-ben magas legyen a fertőzöttek és a halálozások száma, mert az politikai előny lehet 2022-ben a baloldal számára. Ha azt gondolná valaki, hogy ez egy véletlen elszólás volt, akkor rossz hírem van számára, mert ezt a stratégiát megerősítette már egy taktikai lépéssel a Hódmezővásárhelyi polgármester is, Márki-Zay Péter, aki azt mondta, hogy ha az orvosok nem dolgoznának, akkor térdre lehetne kényszeríteni Orbán Viktort és a kormányt. De hát ilyen áron egy járvány kellős közepén egy választott vezető, ez esetben egy polgármester elhagyja, vagy a polgárság a száját elhagyja az a mondat, hogy az orvosok ne dolgozzanak, mert akkor esetleg majd jövőre kormányt lehet buktatni. Ez a mondat önmagában kellene, hogy diszkvalifikálja a szerzőjét a magyar közéletből, de az, hogy ez a bal oldalon nem váltott ki következményt,
még egy rossz visszhangot sem, azért az mégiscsak annak a bizonyítéka, hogy ez a stratégia, ez él. És ezt nevezzük mi halálkampánynak. Bárhogy, tudom, hogy ijesztően, vagy sokaknak hihetetlenül hangzik, de higgyék el, a baloldal ma itt tart. Olvassák a nyilatkozataikat. Minél több fertőzött van, annál jobb nekünk, mondja a baloldal. Minél több haláleset lesz, állítja a baloldal, annál több lesz az esélyünk 2022-ben. Hát ennél embertelenebb, gyűlöletesebb és megvetendőbb politikai kampányt még a magyar közéleti viszonyokhoz képest is meglepőnek tartok. Tehát egészen gátlástalanok. És az oltás ellenességük ugyanide vezethető vissza. Ati, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten találkozunk. Viszontlátásra.